lit this town like a fire in a blaze. Gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how.
Hallo, Radio. Hallo. Hallo. Ja, ich bin da drauf. Grüß den Ganz Vögel, Tag. grüß den Oh, Gerlach. Kortsmanni. Aftur kvartamund, ríka sábúl að fóða kortsmanni. Gatvinn dæfa kæla neyri, ríka sábúl. Sörintam. Kimegyek lesz az étteremhez? Szóval utána meglátom. Szia, Laci. Ezért Laci. Na, egyedül leszel csak. Mint néző. És megyek a paradicsomhoz visz. Oksa. Elmegyek tankolni, jó, Pató? Oké, okay, rendben, nyugodtan. Ré. Hali, hali. Hibeség is csak. Hát, sütni kéne. Rendben. Vagy állsz itt kint és várod a vendéget. Nem, jó, jó, semmi. Süthetek. Jó, mit, akkor mit, amelyiket mit? Szeretnéd. Mindegy, minden, hát, minden kell. Hát úgy minden legyen a hűtőben, ha. Oké. Okay. Jó. Hello. Hello, hello. Na, mi az, amit csináljunk? Hot dogot kéne, nem? Hallott, Pató? Hogy a p***ába kell tankolni itt? Csinálom a 100 tortillát. Nem, hogy mennyibe megy, hanem hogy... hogy... Tankolni? Az úgy van, hogy ránézel a benzinkutra. A harmadik szemeddel. Megvan? Meg annyi, hogy legyen nálad készpénz. Ezt fixen kell. Utána meg kell keresed a kocsinak a tank beöntőjét. Körülös nézed kell a harmadik szemeddel, és ott tudsz tankolni vele. És először a számlát kell kifizetned, és csak utána tudsz tankolni. Or
szállítsd le mindenféleképpen, mert különben 20% esélyed majd felrobban. Mennyi hot dog kell, főnök asszony? Hát úgy mindegyikből legyen a hűtőbe bőven. Nem tudom mennyi van. Egy ilyen öt, hát a hot dog az elég finom, és az sokan viszik, úgyhogy abból legyen egy 100 legalább. Száz hotdogot kell készíteni a főnöknek, igen, és azt értette. Végre! Ne szóljál be, baszott, hozzá a paradicsomot. Mindjárt visszük, sietek. Már csak 40 darab van bent, úgyhogy hozzá. Hozzad a pürét. Na jó, meg én feladom ezt a tankolást. Levi, melyik benzinkúton vagy? Itt a paradicsomoshoz a legközelebbi. A disznók felől nézve a legközelebb. No, akkor Paletóban vagy, nem? Tessék? Nem, Paletóban van. Ott van a farm fölött a sarokba. Igen, itt vagyok a sarokba, itt a benzinkúton. Alihó, nem hiszem. Jó, mindjárt oda megyek. Mostanában nem hiszem. Oké, köszi. És adod összes... Mi? Miért nincs? Mi kell? Weasley, liszt, paradicsompülé. Ja, itt van minden, nem? Baszki, tojást vettem Weasley-et. Hallod? Jelent az, hogy 100 darab tojást vettem Weasley helyett. Az se rossz. Úgy is kell majd. Beraktam 100 darab tojást a hüttőbe, azt vettem Weasley helyett. Fogynak itt a pénzek, azt nem keresek szart se. Hát azaz. Mindig el akarok menni, bányászni, ezt mindig vissza kell jönnöm. Orva, az nem tudom. Nem mondanám, hogy megéri, de... Ja. Micsoda? Ebből nem kell meggazdagodni. Hát most ez ilyen, nem is azért lett csinálva, hanem azért, hogy legyen... cuccos. Még miből akarsz meggazdagodni? Semmiből se lehet a városban meggazdagodni. Kocsikból, hogyha behozod meg eladod abból, igen. Bitcoinnak is megy fel az ára, egy darabot nem tudok venni. Sticket kell gyűjteni. De egy sticken van. Hát az... karcsú. Nem ér simán venni, nem lehet. Venni is vehetsz, csak úgy annyira nem éri meg. Csak akkor éri meg, hogyha 1040 körül van. Ja, hát ez az. A sticket hol tudom használni? A Lesternek a házába el kell menni, és ott fel tudod törekni. Aha, arra megy a rendőrség is, nem? Nem. Nem hiszem, nem tudok róla. Egyelőre nem találkoztam velük. Melyet feltörni? Mi kell hozzá? Már feltörő vagyunk. Nem semmi, bedugod a pendrive-ot a gépbe, és akkor elindul egy ilyen algoritmus. Kettő darab kódot meg kell találnod. Aha. És ha az sikerül, akkor változó arányban adja a PC-t. Aha. És az megéri? Hát körülbelül egy ilyen 8-9 darab. Számoljunk 10-re, egy 10 darab olyan... Attól függ, mennyi a bitcoin ára, kb. Ilyen 10-14 ezret ér. 10 darab? Aha, kb. Attól függ, mennyi az ára. Nekem 12 volt és 15 ezer lett belőle. És hol tudok szerezni a stickeket? A recisnél. Az mi? Az honban? Itt van fölöttünk, azt hiszem Paletóban van. Ja, igen. A használt autók? Nem a használtnál. Várjál. A csirkeforma majdnem szembe. És ott mit kell csinálni? Dobozokat kell cipelned. És akkor azokban a dobozokból potyoghat ki egy-két gumi, üveg, szemét.
És van rá esélyed, hogy sticket is ad. Van szerelő ebbe a kurvavárosba egyébként? Vagy nincsen szerelő ebbe a kurvavárosba, vagy most mi van? Menjetek be a garázsba és nézzétek meg. Ha nincsen, akkor meg tudjátok javítani magatoknak. Már bementem, de elvileg van szerelő, de mégsem jön ki erre a kurva koordinátára. Hát ha van szerelő, akkor mondom, a Jackies-be vannak. Hát akkor jöjjön ki ebbe a kurva izébe. Miért nem tudsz felbevenni, vagy mi van? Hát odáig nem fogok eljutni a kocsimmal. Miért? Füstöl? Nem, a kocsim az meg van állva. Oda menjek érted, Pató? Hát ha tudsz, akkor gyere ide értem, aztán segítek tankolni, hogy ideig eljut. Ez az, nem úgy kellett volna megverni a jogsit. Nem mondok semmit. Nem vettem a jogsit, bazd meg, hanem ezek a kurva városlakók kalmára a tököm tele van. Egyre hülyébbek, mi Pató? Mondd meg az igazat. Egy az, kettő meg, hogy meg se szerelték a gépjárművemet, és úgy kaptam vissza a gépjárművemet. Tehát mindegy, hagyjuk. Kifizettem 2000 dollárt, aztán nem szerelték meg a kocsimat, tehát erre nem mondok semmit inkább. Pató, merre vagy és hogyan tudok átülni? És hogyan tudok átülni az anyós ülésből ebbe a szar határvezetőbe, mert tököm ki van. Gondolj a T betűre és felsó. Melyik betű? B, G. T. Mint Timo. T. Gondolj a T betűre. És felsó. Ugyanaz, mint másik városban. Szabi. Ja, jó, kösz. De elvileg a szerelő elindult, csak nem szereli meg a kocsimat meg én, akkor felrugtosom, az biztos. Mondd neki, hogy szerelje meg. És merre vagy? Hol vagy? Kim vagyok Palatóba, a Palatói garázsba. Állok, várok, már vagy 20 perc. Odáig nem megyek el, mert úgy kifogyok az üzemanyagból, hogy megállok az út közepén. Akkor maradj ott, ahol vagy, és nem mozdulj sehova, a szerelő elvileg úton van. Várjál, még befosol. Úgy hallom, nehéz az élet. Az élet mindig nehéz. Főleg, hogy a szerelőre kell várni, és meg se szereli a kocsit, és mégis kifizeted. Legközelebb mondd meg neki, hogy üljön vissza a kocsiba, meg gondolom nem jut le, aztán azért nincs megszerelve a kocsit. De visszajött a kocsiba, el is mentem a szerelőtelepre, a szerelőtelepen csinálták meg a gépjárművet, és akkor is szanaszét van azt a kocsit, tehát nem tudok erre mit mondani. Tehát erre nem mondok semmit. Ez csak nagyon halkan. Jó van, én itt megvárlak, Pató. Várj meg, ott mindjárt megyek. Addig elmegyek fejbe kajálni. Éppen úgy látom, megjött a szerelő, úgyhogy nagyon fasz. Ezek a problémák, hallod? Mennyit csináltam? 29-et? Ó, baszki, az kevés. Üdöm ám itt a vésliget maradjál. Akkor mit van értelme csinálni a városban, mondjad? Miből lehet pénzt keresni? Biztos vannak azért jó megoldások. Lehet keresni egy-két embert, aki így benne vannak az éjszakában. És akarsz menni az éjszakában?
Én nem azt mondtam, csak kérdezte, hogy miből lehetne pénzt keresni. Én nem tudok gondolni. Mondom, még stickezni talán megéri bányászaton kívül. Ugye bányászat az jó, csak unalmas. De onnan megmutathatom, hogy hol tudod feltörni a sticket. Ja, na, tudom, hogy hol van a leszerháza. Akkor tud. Csak, ja, akkor nem tudom, mit csináltok ennyi ideig a városba. Ki mit csinált volna? Mit csináltok ennyit a városba? Hát szerinted mi? Hát nem tudom. Gyűjtögetés, sütés, itt megjönnek, nem ám izét egy szendvicset kérnek, azt jó napot. Ilyen 80-90 meg 120-as rendelések vannak. Minden nap? Vagy minden órában? Hát az elmúlt két napban azért volt rendesen. Hát ma az egész PD itt volt egy fél órával ezelőtt. Melyik fél órával ezelőtt el volt, amikor itt voltam? Hát akkor pont nem voltál itt. Akkor nem. Volt itt egy lövöldözés, és utána jöttek ide. Hát akkor itt volt a lövöldözés, néte. Azért mondom, hogy utána lövöldözés, után jöttek ide. Hát akkor is itt voltam. Főnök azt, hogy mikor volt itt a PD? Hát nem olyan régen. Mentek tovább Paletó felé, úgyhogy szerintem csak mindenki beugrott enni, aztán mentek tovább. Azért is sütjük előre a cuccokat, hogy legyen. Volt jó, olyan rendőr úr, aki mindenből 10-et kért. Csak egyedül egy magának. Az jó. Biztos éhes. Ja, biztos szereti a pocakján. Bevontatnak engem a telepre, elvileg remélem meg is szerelik a kocsit, te mind az előbb. Remélem lehúznak vagy 20-30 ezerre. Akkor meg is baszövéket, azt most mondom. Már ki jár? Na ezt megkaptad még a főnöktől is, Pató, látod? Mi nem mondom nekik azt, hogy ízé, hogy törzs, gyökeres vendég leszel. Ne kelljen már fizetned semmit sem. Tegnap volt egy fasz a biciklis verseny. Ja, nem tudtam itt lenni rajta. Elég jó volt. Aztán... 20-22 percet tekertünk. Nyertetek. Ja, Timus is nyert, meg én is nyertünk egy korvettet. Na, az jó. Nem is mondta Timus. Látod, nem dicsekszik. Hallod, Timus, hallottam, tekerté. Tekertem, hallod, olyan utolsó voltam, mint az állat. Mi hárman mentetek a versenyen? Hárman voltatok az egész versenyen, vagy mi? Nem, dehogy is nem. Nem, hát voltunk egy páran, csak voltak ilyen fejbeli dolgok, ami nem úgy sikerült, ahogy gondoltuk volna, aztán, ja. Ja, értem. Én nem tudtam itt lenni. Aztán hát harmadik lettem. Végül is nagy nehezen.
én ezt nem értem. Az utolsó is mégis harmadik, mi? Hát harmadik lettem, ja. Úgy akartam mondani, hogy sokáig utolsó volt. A vége fel erőre kapott. Ittam egy Red Bullt. Aha. Nem nagyon biciklizett még aztán. Rájött, hogy hát hogyan kell biciklizni. Elég nagy távot lebicikliztetek akkor. Na hát bizonyám. Reptért a kaszinóig. Itt mentünk el az étterem előtt. És ki lett az első? Nem tudom, nem ismerem. Egyáltalán valaki első. Jumság paradicsomosok, hogy álltok? Nálam van 100, de nem tudok hazamenni, mert nem tudok tankolni. Várjál, mindjárt ugrok, érted? Akkor nem. Jó. Itt vagyok a vendégekre is elmegyek. Ahol a disznókat kell vágni, ahhoz lévő legközelebb benzinkúton. Jöttek vendégek amúgy. Én egy szerelővel vagyok, jövök be a város felé, éppen voltatjuk be a gépeművemet, a szerelőtelepre elvileg az úriember normálisan meg tudja szerelni a gépeművemet, nem mind a másik kollégája, úgyhogy utána megyek majd vissza és csinálom a paradicsom pürét. Ezért mondtam, hogy a normális szerelőtelep. Hát most sajnos nem rajtam múlik. Mondjad közben, mit kérdeztél, mert nem érted. Vannak is vendégek, mindjárt. Mennyi van neked vissza? Még 19. Én voltam. Feltöltjük mindet nagyjából 100-ra, és így legalább van nagy megrendelés. Elősítjük, aztán utána csak berakjuk a mikróba, aztán hadd menjen. Persze, mikrózott kaját visznek, mi? Hát figyelj, senki nem veszi észre. Eddig nem panaszkodott rá senki. A mai világban élelmesnek kell lenni. Akkor lefogyasztjuk, nem? Jaja. Paradicsomszedő benzinkútnál? Vagy hát a paradicsomszedőhöz közeli benzinkútnál vagy? Hát itt a disznók, disznóvágástól számítva a legközelebb, igen, itt a kanyarba.
mindjárt ott vagyok. Oké, köszönöm. Pénz. A városlakók egy idióták, de tényleg. Hát nagy van. Ráhozzák az emberre a kormányt, ezek tiszta hülyék. Minden rendben van, meg vagy? Igen, igen. Akkor jó. Bocsüvetlen. Előfordul. Na, ez itt kemény azért a vendéglátósok élete, na. Az. Hál' Istennek sokan dicsérik a helyet, hogy finoman főzünk, úgyhogy jó lesz az. Jó van. Nem volt hiába az egész. Nem tudom, Timusnak a kedve még hozzá. Csinálja, csinálja. Nem panaszkodik? Nem, nem.
kész van az autóm, elmegyek tankolni, aztán akkor megyek, összerakom a paradicsom pirét. Ne rakd össze, inkább présed le a paradicsomot. Hát nem az a paradicsom püré? Hát de ne összerak, hanem présed le. Ez nem fegyver, nekem mindegy, nekem egyre megy busz ma, de tényleg. Már első észre meg van a százal poddoggal. Na. Önök azt mondja, 100 darab poddog benne csak raktár ide hűtőbe. Nagyon jó. Körbenézek a parkóba, hát ha van itt valaki. Vannak itt a tálcán üdítők, azokkal mi a helyzet? Jó kérdés, valamikor nem viszik el. Nem baj, legalább kifit. Levítem erre vagy? Még mindig itt a nyomorék tankolásnál. De oké, és jövök, jó? Elindultam. Jó. Timos, ahol az üdítők vannak, azt a tálcát csak mi látjuk, vagy hogy van? Igen, azért van bent annyi. Ja, jó. Oké, akkor nem bántam neked. És már vagy pontosan paradicsomosnál, ugye? Mit csinálsz most amúgy? Paradicsomnál vagy? Jaj, igen, akkor csinálj Gordonból. Egy, de... Oké. Na, ez kell a másik sót. A másik sót van nincs. Svájt sincs. Jó, baszki. Nekem sokkal sajt. Liszt tojás. Jó, tojás az van.
Itt vagyok a paradicsomnál, ti most már vagytok. Még mindig a benzinkút. Ne haragudj, csak meg kicsit ideges. Vagy a tavacskánál, vagy mi az Isten van itt az út mellett, hogy gyere végig, és akkor ott kanyarba lesz egy benzinkút, ott vagyunk. Jó, mi a helyzet? Csinálom a palacsintát. Ja, ne is mondd, nekem is az van holnap. Nem sincsen sok. Megadom itt az étteremnek a kaját. Aztán igazából nem tudom még mit csináljak. Valamit kellene. Na és milyen étterem tulajdonosnak lenni? Ott. Nem tudom, pénz nélkül. Unalmas. Szia, azért a segítséget! Az előbb mondtad, hogy nem azért van, hogy meggazdagodjunk belőle. Hát nem úgy pénz nélkül, nem az étteremből várom a pénzt. Másból csak egyszerűen nem jutok el odáig. Hát ez ilyen. Mert ha felmegyek a városba, akkor egyből kellek. Kivettem? Nem, gyere utánam. Na még kettő. Oké, mehet. Ó, simán a pizza azt csinál. Na. Ja, akkor simán a pizzát mindjárt. Oké. Okay. Majd nézem, mi kell hozzá. Egyszer már csináltam, csak elfelejtettem, azt mondja, liszt, sajt, paradicsompüré, nyers sertés hús. Nyers sonka, azt ki kéne velem bőtőbe. Gomba, hűsli tojás. Gomba, itt állok a négyhávóssal szemben. Azt mondja, hogy menni kell. Nem akar menni a kocsi. Szóval 9 kell ebből. Beültél és nem megy? Most már megy, de néha így elakad.
Ja, értem. 29 kell ebből. Nézd rá arra a tankra, hogy tele van-e. Ember. Ember. Tele van a tankom. És ember. Nézd már meg. Tele van a tankom. Meg a sajt. És a kocsi állapot az hogyan? Ott mellette van egy ilyen... Ilyen narancsárga, egész jó. Még. Na akkor jó, akkor mehetünk. És mi? Mi nincsen meg? 3, 6, 7. Mit adottam el? Liszt megvan, sajt megvan, paradicsompüré megvan, nyers sertrés hús megvan. Sonka itt van, gomba itt van, vésli tojás. Vagy lehet, hogy másik sonka kell? Ajaj. Lehet. Majd visszahallgatom. Tehát ilyen, ja. Nem is tudom, nem. Mindig kell, szóval szükség van rá mindig. Szóval akárhányszor fenn van a városban, neki mindig jönni kell. Pedig ő más szeretne, mert nincs pénze. Adja le, adja. Adja, összerakom ezeket a... Várja, nem akar... Paradicsomot. Hallod, húsimád a pizzához, most mi nem, most mi nem jó, szóval van nálam minden. Igen. A rádióba itt vagyok mellett. Eddig jó. Elmondod, mi van ott bent? Mit ír? Nyersonkával lesz a probléma, ha izéből vegyél ki a raktárból. Sonkát. De vettem, és akkor se jó. Hát akkor kell liszt. Az van. Sajt. Az is van. Paradicsompüré. Az is van. Nyers sertéshús. Az is van. Nyers sonka. Az is van. Gomba. Az is van. Virsli. Az nincs. A tojás. Akkor az lesz, az meg tojás. Ó, baszki. Akkor megvan. Mi készítjük a pürét, úgyhogy lassan érkezünk be. Baszát. De sietünk. Ahogy tudunk. Elfogyott a püré, haló. Készítjük! Vendégek meg majd tipróznak. Ja, gondolom mennyire. Most miért nem maradok bent? Miért dob ki? Végre a főnök is főt egyébként, társa is. Most már ideje volt. Megértjük, ezt is látod. Ezt is megértjük. Hát az. Hallod, írd fel a naptárba, mert ja, ilyen nem sűrűd le szerintem. Ja, semmi, csak hallgatom itt a fiúk beszélgetését. De miért izé? Nem maradok bent, téged is kidobol izé? Van olyan, amikor újra meg kell nyitni, igen? Nem, eddig folyamatosan. Kivéve izé Gordon Bull-nál meg a... Izé, nem másik, nem mit csináltam, de a pizzánál folyamatosan.
Mindjárt meg lesz a 100 darab pusi, imádok pizza is. Nagyon szuper. Eloptam egy palacsintát. Mondod, hogy csináltunk még egyet, mert elloptál egy palacsintát. Hát, vagy megcsinálom. Ha lesz ott hely. Timus? Igen? Újraindul majd a rendszer, nem? Holnap, elvileg. Mármint a beadandó. Micsoda? A heti beadandó. Elvileg holnap újraindul, nem? Igen, igen, igen. Most hogy mondod tényleg? Én erre is gondolok. Legalább te. Vagy felbéreljük azokat az embereket, akikkel beszéltünk. Hát azt is megtehetitek, hogy helyettetek összeszeditek. Összeszedetitek. Igen, arra gondoltam. Magatok helyett, de egyelőre még nem. Nem. Még nem béreljük fel őket. Igen. Nem, én a bullét azt bevállalom. Tehát a bullét azt bevállalom, azt én összeszedem majd. Nem kell összeszedni, így leszek a várakból, összeszedem, aztán kész. Volt ilyen kérdés, hogy téged kérdezett valaki, vagy? Ja, elnézést kérek, bocsánat, kirúgom magamat, köszi, szia! Puszi! Köszi, hello! További jó munkát nektek, jók legyetek, sziasztok, örültem, hogy itt lettem a konyhán. Puszi, puszi! Bazd meg. És holnap biztosan fogok bemenni, bazd meg. Ha? De bemegy ilyen nappal dolgozni, bazd meg. Amúgy most ti itt van a rádióban beszéltek, vagy most miről van szó? Mondjad, Pató! Mondta most ti itt a rádióban beszéltek, vagy miről van szó? A főnök úr ott van még? Itt a főnök, aha. Persze, persze, már hallom itt izé félfülle, hogy elegük van, izé kinyalják a seggemet, meg minden, én el vagyok küldve a picsába. Hallom már, mit félfüllel a dolgokat. Jó, ja, lehet akkor benyomódott, de nem neked mondtam. De ahogy te azért kérdezem, már mindegy. Én is hallottam hangokat egyébként, hogy miként vannak dolgok, csak lehet, hogy nem így kellett volna elmondani. Már mindegy. Munkahelyi. Nem itteni munkahely.
Így nagy lett a csönd, de soha nem jó. Jó vagyok rúgva. Te hogy vagy kirúgva? Mindjárt picsán rúglak, te. Hallod? Az étteremben vagy? Oda megyek picsán rúglak úgy. Lába nem éri a földet. Bocsánat, levit vertem fel, szajba, véletlenül. Készítem a pirítékét. Gyere fel a szerver, aztán gyere be. Meg mindig különben lehet csatlakozni is, hogyha szeretnél. És én meg oda se férek a sütőhöz, úgyhogy csak úgy mondom, hogy kell bőven. Jó, hát én készítem, ahogy tudom, Levi is készíti, itt van velem. Tehát készítjük. Tűtök csak. Mennyi pürétek van, Pató? Nálam van. Annyit értettem, hogy nálam van. Nálam van 61 darab. Levin, én nem tudom, mennyi van. Nálam van 25-2. Egész jó. Egész ügyesek vagytok. Vük vagy még, csináljuk már, még van nálam 205 paradicsom. Hát mindjárt. Akkor csináljátok. Mindjárt kész van még 20. Mi az, amit csináljak? Hát szerintem most egyelőre nem kell semmi. Majd néztem, csak a pizzából nincsen száz, de... A húsimádóból csináltam 100-at. Illetve hát a maradékot, ami hiányzott 29 darab. Jól van. Hát most úgy látszik, most mindenki telette magát, meg vitt magának egy csomót, most nem jön senki. Majd ha bezárnánk, akkor meg így jönnének egy páran, úgyhogy ja. Kell egy kicsit. Vagy hogyha elmennék bányászni, hiszed, hogy nem hagynának békén? Hát nyilvánvaló, ez mindig úgy van, és amikor kérjük, hogy bezártunk, akkor jönnek még ide ketten-hárman. Körülbelül 2-3 napja próbálok elmenni bányászni. Szegény. Hát mi is az előbb kiírtuk, hogy bezárunk egy kis időre, mert hogy el kell menni alapanyagot szedni, alapanyagot gyűjteni, azt akkor jött 3 vagy 4 rendőr. Ja, az jó. Ja, és akkor
akkor gyorsan kiszolgáltuk őket, gyorsan elmentünk, szedtünk paradicsomot, csináltunk paradicsompürét, aztán úgy jöttünk vissza. De akkor már megint bejött az egész üdvhadsereg rendőr, itt volt mindenki is, voltak vagy 10 biztos. Igen. És volt egy rendőr, aki minden ételből meg italból 10 kért. Többiek meg csak 1-2 dolgot, de... De jó. Volt egy rendelésünk is, képzeld el, főni. Melyik? A szerelőtelep. Na, mit rendeltek? 40 palacsintát, 20 húsimádó pizzát, 30 hotdogot, 30 kólát, 30 fontát, 10 steaket és 30 bolognai pizzát. Az igen, ki is lett vivel nekik? Igen, kivittük nekik, aha. Ez még talán olyan kora délután volt. Ja, az szép. Ja. De akkor jól bírjátok. Hát, én már kezdek fáradni egy kicsit. De nem mondjátok. Nem. Én nem. Nem, csak néha már eléggé fárasztolja. Sokadik vendég után. Hát, ja, elhiszem, el kéne menni pihenni is. Főleg amikor bejönnek egyszerre 10, és akkor valaki próbál kérni valami kaját, a többi 9 vagy 8 az beszél mellette, és akkor azt se értem, hogy az az egy úr mit mond, amikor kéri a kajáját. Ja. De szép. Uh-huh. Erre is valamit ki kell találni majd. Mi lenne a legjobb rá? Hát, majd valamit kitalálunk. Ezeket az üvegeket csak mi látjuk itt, vagy poharakat? Igen, azokat csak mi. Aha. Csak az a sárga poharas tálca van, amit mindenki lát. Na jó, annak örülök, hogy legalább nem mondod. Nem, én nem mondom, nekem nagyon tetszik. Azt hittem már unalmas. Nem. Nem tudom, hogy mit lehetne csinálni még. Nem, szerintem tök jó. Az emberek is jó fejek. Úgyhogy nincsen semmi probléma. Na jó van, és ha szeretnétek valami változtatást, akkor majd szóljatok, jó? Írd össze, azt akkor majd intézkedek. Jó. Vagy ha tudsz, akkor intézkedj nyugodtan. Hát, azt a kemencét szeretnénk ott a sütő mellett, hogy ott is tudjunk sütni mondjuk pizzát. Uh-huh. Mert azért, hogyha tényleg többen leszünk, akkor ott az a kis sütő az kevés lesz. Úgy gondoljuk. Én azt hittem, hogy működik ez a, itt a sarokban lévő, ahol az edények vannak az is, tehát ez azt szerint nem működik. Nem. Azt a kemencét szeretnénk ott a sütő mellett, azt szeretnénk üzemeltetni, akkor a hűtőpolcait szeretnénk egy kicsit megnövelni, egy pár polcocskával. Uh-huh. Az Snickers vagy mi, az Twix meg Marsot meg lehet enni, vagy csak benn van? Meg lehet tenni. Meg az új étlapra majd szeretnénk is azt is kirakni. Meg az alkoholokat is, meg sört rendeltünk, meg borokat, meg kávét. Meg itt a rendőr urak említették, sőt többi úr is említette, hogy örülnének, hogyha esetleg a tévét sikerülne beüzemelni, és akkor TV? Nagy foci meccseket itt néznének. Igen, ott van mögötted egy nagy tévé. Az mikor került ide? Hát nem tudom, már ott van egy ideje. Igen. Aha. Az fel se tűnt, pedig nagyon fasza lenne, itt tényleg menne a BL, vagy mit tudom, micsoda. Ja, jó lenne. Ja,
Meg rendet tartani. Hát, az még kemény dió lesz, de... De ja. Ja. Mégis a kellemes, a hasznossá, nem? Beülnek szépen, aztán nézik a foci meccset, vagy ami éppen van ott. Ja, ja, meg itt kiabálnak össze-vissza. Ja, aztán te küldjük nekik az izaúrát, nem? Aztán itt meg egymásnak azt borulnak. Azt hiszem, meg az Esmeraldát. Ja. Úgy futnak ki, hogy Esmeralda, ne csalj meg, azt fut a másik után. Ja. Na mindegy, ha úgy van, mondom, akkor írjátok össze, azt akkor megkérdezem, vagy ha úgy van, akkor kérdezzétek meg nyugodtan. Hát, írtunk már Rolina. Mondta, hogy írjuk össze, aztán... Na mondom, ezeket írtuk csak fel. Ha kell valami összeg, akkor szóljatok meg, jó? Jó, meg a kolbászra találtuk ki, meg a baconra, a szalonnára, hogy ilyen... Békönbe tekert kolbászt lehetne még. Ja, az is jó volt, vagy sült kolbász. És akkor legalább fogyna mind a kettő. Ja, vagy sült kolbász, vagy valami ilyesmi. Már nagyon sok kolbász van ott a hűtőben, már több mint egy ezres. Mondom, más étteremnek se kell, ugye? Hát nem, sajnos nem. Meg hát nem is nagyon vannak nyitva, úgy vettem észre. Nem nagyon láttam Twitteren, hogy nyitva lennének. Az igen, nem tudom. Ezek szerint mindenkinek bejött az RP, csak valaki lövöldözik, valaki meg nem. Ajaj. A pató megvárja az autókat. Kérdezte, hát én is. Na, nézd, mentél volna bányászni. Jó estét. Én tudunk haza. Jó estét. Vagyis hát a... Gyertek. Olyan maga a Super Mario itt. Csátosó. Mivel segíthetek? Nem, a zöld volt a Super Mario, nem csak... Nem. Hallod? Mivel segíthetek, uraim? Hallod, kupak? Super Mario, a zöld vagy piros volt, segíts már. Te Zeus vagy, ugye? Piros. Hát az is lehetek. Nem, az a hallod? Luigi volt, ugye a szóval. Piros volt a Mario. Hallod, gyere már be a késő esti belé. Milyen rasszisták? Nem vagyok rasszista. Öreg. Hát ők azok. Nézd meg ezt a passzos gatyását, olyan, mint egy meleg. Ez ilyen. Ez itt. De ez ilyen. Megyek, bocsipa. Kösz csokolom. Szép jó napot. Steakből szeretnék egy 5-5, kólából egy 5-5, palacsintából egy 5-5. Te merre mentél? Egyenesen, gyere. Mit hozzak főnök asszony? Okay. 5 steak volt, 5 kóla, meg... még 5 palacsinta. Kérem, nem hozom. Igen, uram? Ugyanezt? Jó. Dupla adagot hozzál. Másik úr is ugyanezt szeretné. Kis csoki, kértél valamit? Nekem is? Ne basszám! Tényleg? Na, akkor téged nem szolgálnak ki, menjél ki! Na, itt vagyok! Na, küld már el a kis csoki matta! Hát időszemtelenkedik velem, geci! Hát miért nem rendel nekem? Megálltam a csűr mellett, majd tegyét... Beszélek a főnököddel, geci! Nem arra szolgálom! Azt láttad? Oké, majd találkozunk, mindjárt ott vagyok, de nem... Kiszámlázott nekik? Ki? Hát számlázz nyugodtan. Ja, csináld csak, én meg ide kirakom addig az ételeket. Na, elsőnek önök kérnek, utána kérek ki. Oké, hát megyek, paletó. Majd megy. Ide raktam az egyik úrnak a kaját ételt. Meg ide rakom a másik úrnak is. De itt vegy el itt bent a... Vigyázzon, mert nagy tolvaj. Nagy elvigy a kasszából a pénzt. Hát itt van, itt el tudja venni, itt a... Látom a személyből, csúcs. Pálcára gondol. Mondhatja, uram! Mondhatom a rendelésem? Mondhatja! Na jó, 20 darab 4 sajtos szeretnék kérni, 40 darab steaket, meg mondjuk... Egy pillanat és számol. Ja? Akkor te fizetsz, nem?
Te csoki fizet, kis csoki. 40 steak, és mi volt az utcsó? Nem, 20 darab steak és 40 darab 4 sajtos pizza volt, és 60 darab Fanta. Te jó Isten. Ha egybe számoljuk inkább, vagy hogyan? Azt mondja, hogy majd elosztottok rajta? Ez csak én magam akarom, mert megérztem. Itt van a tálcán, amit kért, azt elválti. Akkor most miért is menjek meg vissza? Ott van, mert most már összezavarodtam. Így számolni, úgy számolni. Mondja főnök azt, hogy mit hozzak még ki? 44 sajtos pizza, 60 steak. Igen. És még? 20 fanta. 20 fanta? Nem. 60 fanta, nem? Nem, 60 fanta, 20 steak, 40 pizza. Na, azért. Nem, az úr össze-vissza beszél. Az előbb nem érdekel. Hozok mindenből 60-at, hozok mindenből 60-at, 60-at azt akkor kész. Nem tudok kifizetni annyit. Ki van számolva forintra nálam a pénz. Jó. Jattolni meg nem tudom. Mit táncolsz nekem? Na figyeld. Szedem az almát. Szedem a... Dobom a csikket, szedem a csikket, szedem a csikket, dobom a csikket, szedem a csikket, dobom a csikket. Ismered? Né, még nagyon lassan jó, ezt a... Nagyon jó. Na figyeld. Szedem a csikket, dobom a csikket, szedem a csikket, dobom a csikket, szedem a csikket, dobom a csikket, hopp, 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 hopp. Szedem a csikket, dobom a csikket, szedem a csikket, dobom a csikket. Apukám. Na. Maga csinálja az ételeket? Így van, pont az előbb csináltuk. Akkor én nem kérek belőle. Hát ezt nem én csináltam. De felőlem... De nincs fölkötve a haja, hát belehullott a haja, biztos. Hát akkor menjél ki az ajtón, jó? Köszi szépen, és ne tarts fel a sort. Hívom az írást. Hívom a közrendét. Hát hívjad. Kérném a bizé panaszkönyvet. Hát találd meg valahol. Ennek egy állandóan panaszkönyv kell, csinálj megint a kórházba kelljé fel. Na, ez már kőkemény fenyegetés. Nem, ezelőtt is neki állt kint lövöldözni, és a rendőrök meg lelőtték. Tényleg? Már hívom a rendőrséget. Ezt megfenyegettek, hogy engem nehogy le legyek lőve, nem adják el panaszkönyvet, na várjon. Hát akkor visszavittem, csinálja. Figyelj, megölöm. Így írom. Igen? Nem kaptam még meg a rendelést. Szerintem itt van a tálcán, uram. Az ilyenre szeretném kiírni, de az úriember hajhalon... Gondoljon a tálcára. Így van a... Így van. Jó, nem térünk ki. Majd várjuk meg kiérni. Vissza tudsz fordulni, nagyon lehagytál, és neki mentem egy táblának, és fölborultam. Így van, a poharakra nézzen, uram. Itt vagyok ennél a North Chemes meg Lago Zancudo táblánál. Oké, jövök, már megfordultam, jövök. Ennyi. A másik úr is ugyanezt kérte. Mivel tartozok? 775 dollár lesz kétszer. Ön fizeti mind a kettőt? Igen. Fel tudsz billenteni? Ez 1550, ugye jól számolok. Igen. Akkor egy szerencse számot szeretnék kérni. Szerencse számot szeretnék kérni. Na, akkor magukat is feljelentem, jöjjenek. Kérhetek egy szerencse számot? 7-es. Na jöjjön. Valós, teljesen valós, van 3 tanul. Szótávon adok kölcsön. Hello, hírásítottál. Kérni? Köszönöm. Persze, menjél csak. Már jönnek. Jó, nem érdekel, menjél ki az ajtón, valami nem tetszik. Én már egy picit, mert itt túlni hangzott. Valami pia kéne nekem. Mit szeretne? Van whisky, vodka, meg sör. Vodkát kérnék 2, illetve egy steaket. Rendben, a hölgy írja majd a számlát, jó? Jó. Egy steak meg 2 vodka. Nem hallott.
ki nem halott? Nem, nem hallott a menőség, mentőség. 160 dollár lesz, uram, számlázhatom ennek? Számlázhatom, nekem aztán teljesen mindegy. Ide tettem, uram, itt a tárcára gondoljon, és akkor el tudja venni. Itt vannak ezek a kis edények. És egy bankszámlaszámot mond nekem az úr. Rágnék a fülem bálon. Persze, 23. Nyomorék kamionok! Megvagy? Meg. Át is adtam a számlát, tudom, és a rendszerünk automatikusan levonta őktől. Nem fizetem, jó, rendben van. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen, uram. Sokat, aha. Megvan? Igen, akkor itt lenne a stick. Hát nagyon szépen köszönöm. Igazán nincs mit. Köszönöm. Egészségére. Viszlát. Egészségére. Viszlát. Pizzát és egy vodkát szeretné. Milyen pizzát szeretne? A bolonya is ez. Rendben, azon. Roli direkt csinálja a feszkót, de nem tudom, ki fog jobban rábaszni. Nagyon füstölök, de szerintem kibírom az égétteremig. Adhatom a számlát, tudom. Igen, igen. Ide leraktam, uram. Ad a tálcára, el tudja venni. 69-esre majd a számlát. Át is adtam, uram. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Kedves egészségével. Figyelj már. Ezt... Volt a kezében, nem lehet adni, az biztos. Nem úgy volt, hogy a vodka adja a stressz. De hát, majd vagy az. Jó napot, uraim, miben segíthetek? Tiszteletem, jó napot kívánok! Tisztelet. Bejelentésről kaptunk szót ide az étteremhez, hogy fenyegetés történt. Nem történt semmiféle fenyegetés. No, no. Ide jön és állandóan kötekedik. Na. Valóban? Hát tehát volt már a második eset. Az első eset néha szerintem kórházba ébredt. Nem az első esetnél kórházba ébre. Látja, már egyszer megismert. Most vallottam. Tiszteletem, uraim, mire van szó? Bocsánat. Jó napot kívánok. Miben segíthetek? Az anyáma. Mennyibe hallod? Nem neked van, nekem van izém. Hát itt úgy tudom, hogy maga tulajdonos, nem? Én vagyok, igen. Na. Bármint, hogy a... Hát de én most maga... dolgozok, uram. Én. De a tulajdonos elküldte a felettes, hogy menjen be, az dolgozzon, akkor dolgozzon is, uram. Hát jó, van hát most... De most nem rossz volt, de ő is nézze meg, mondja, sáros cipőbe megy be dolgozni munkaruha nélkül. Mert talán benn van az öltöző, nem? Meg a mosoda. Ááá, a mosoda. Na, Johnson, illetve egy, hogy is hívják az ő embert, elnézést? Charlie. Szeretném megkérni önöket, hogy a jövőben való konfliktus elkülülése miatt, és ha erre kell, bíróság végzést is fogok szerezni, tartsák egymástól magukat távol. Hát egész eddig nem volt probléma. Hát de én az étterem minőségkivételem meg csak. Többszöri probléma jött már vissza, hogy egyrészt Johnson emettek már itt összeesett. Hát... Külső beadások során, ezt maga vallotta be az előbb. Így van, de azt kérdezze meg a felettesétől, uram. Melyik felettesemtől? Hát, aki itt volt, vagy nem tudom. Vagy aki magával egy rangban van körülbelül. Mert ugyanis ő miatt történt ez. Ők a tanúim, hogy megfenyegettek. Itt neki járt kint lövöldözni, és a kollégájuk meg lelőtte. Én erre nem emlékszem. Hát, ez na, lehet. Johnson. Erről nem tudok. Hát akkor itt ez a probléma, Johnson. Nagyon nagy baj van. Maga közrendet is zavart meg. Közrendet is zavart meg. Erről jegyzőkönyv van. Igen, rólam. Hát, hogyha itt lövöldözés történt, akkor igen, nem mindjárt itt megnézem. Én erre nem emlékszek, hogy ez nem mindjárt megnézem itt a lövöldözéseket. Én ma vagyok itt elsőnye. Nem értem, de én lőttem le. Jó, hát tehogy, de mit van, megtaláltam én. Hát de ha mellőttek, akkor hogy vagyok itt? Hát meg kórházba lett szállítva. Na jó, van Johnson, akkor én azt mondom, már hogy ez egy hamis hívás. A mai nap már háromszor is találkoztam egyébként. Itt a fehér... Étterembe általában szoktak járkálni az emberek, nem? Én már háromszor találkoztam vele a mai nap. Nem jövök ide többet. És mindig kötekedett. Minden nap meg fogom tenni a bejelentést. Isten áldja. Minden nap fog bejelentést tenni. Előlem. John Johnson most... Nem? Ez... Temtűr papírtollak, vagy hogy kell mondani? Pintát.
Nem tűr papír, vagy tolla. Á, megfejtett az úriember, hogy úgy fog feküdni, mint múltkor ott kint, azt el, én vagyok a köcsög. Ha nehogy már azért. Én nem fenyegettem meg egy szóval sem. Kérné bocsánatot. Miért is? Mert megfenyegette, úgy fogsz feküdni, mint múltkor. Nem, azt mondom, hogy úgy fogsz feküdni, mint múltkor. Úgy fogsz járni, azt mondtad. Hát még a barátom szólt magára, ne fenyegesse már a barátom. Milyen barátom szólt? Nem szólt senki se. Na. Johnson, ez most egy hamis bejelentés miatt fog kapni egy... Fog kapni egy számlát. Na jó van. Ha nem menjen sehova. Maga ellen intézkedés folyik, Johnson. Johnson, álljon meg. Johnson, álljon meg. Na, jössz motorozni? Jössz motorozni? Hol lett Timus? Hát most mi volt? Miért tudom én, keveri itt a szart össze-vissza. Ebből a porra is jobb pedig. Igen, meg is jött. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a munkádat. Hello. Nincs mit. Halé. Megvárlak, Pató. Ja, berakom a parancsom pedig a hűtőbe. Na, mi ott hozott az úr? Hát úgy kb. Mindent, ami kell nekünk. Jó van, akkor most, most megint neki lehet állni csinálni dolgokat, mert ahogy nézem, már nincsen 100. Hát még itt van nálam a püré, meg minden, még nem raktam be, még csak kifizettem az úrnak. Én beraktam 89 paradicsom pürét. Jó, az úr is hozott 73-at. Hát már velem volt azért. Hát... Redőrre mi a helyzet? Nem tudom. Fürdik. Ja. Tehát akkor zuhanzóba be ne menjél, baszki. Rémeket látsz. Jó, vagy ki ez a lefüstölt autó? Szerintem a levéjé lesz. Enyém lesz, enyém. Nagy terapjára. Nincs lefüstölve. Még nincs lefüstölve, de még épp jó. Még egy garázsig el tudok lemenni, úgyhogy tökélet. Az jó, mert nálam pont hogy füstöl. Á, nem, még nem, nem tudom. Mindegy, én nem ülök be. Jó. Igazából mindegy, mert úgyis mindjárt megyek, szóval. Na, itt hagytak téged. Haló? Hol vannak a többiek? Há, elmentek a rendőrök, üldözték őket. Mindenki? Ja. Ó, basszus. Az baj. Nem tudom, miért kell mindig ezt a feszkót csinálnia? Én, kinek? Hát, annak a szokálosnak. Nem tudom. Mert nem tudom, de senki a szarvát azért. Majd most itt lesz, aztán karban tartom, jó? De figyelek. Próbálj meg elvinni itt a motoros, az egyik motorját, mert nézd, mit hagyta. Az a baj, hogy semmi nincs hozzá. Ja. Nincs a lockpicked? Nincs. Az baj. Az baj. Fegyvered? Pató, mit csinálsz? Nincs fegyveres csak? Nem hordom fegyvert. Az baj. Pató. Itt vagyok, mondjad. El tudod vinni itt a, az egyik új embert? Ja? Kit kell elvinni? Vagy várjál, ő lehet? Ő elvisz, hallod? Elviszed, ugye? Na senkit? Most mennék egy garázshoz, aztán lennék, de hova kell vinni? Az jó is szerintem a garázs neki. Melyik garázshoz mész? Ja, őt elviszem mindenképpen. Az a gond, hogy nekem most... Az is tört, haló. Lökhárító lent lefeg. Pató. Nem tud vezetni.
Na pato. Látom. Motorháztető is rotty, minden rotty. Mit mondom? Egy jegyet vehetne a szerelőtelepre. Levin majd üzenne, hogyha valami gáz van, elviszem az urat a fejbódikba, jó? És már háromszor szereltetett, okay, hogy háromszor. Na, akkor én meg biztos csinálok kaját, meg nézem, elfogyítok egy pár dolgok. Hát ez jó gázos ez a kocsi, de majd kiderül, hogy mi lesz. Egy kicsit füstölt, nem nagyon. Hát csak egy kicsit, csak rárakom a ízét, tojást, aztán megsül. Hát az lehetséges. 9900. Csinálok a 4 sajtos pizzához 28 darabot. Jó. Mi? Annyi elfogyott? Hát én ezzel kibírom a garázsig, ami itt a legközelebb van, akkor Istennek köszönöm szépen. Ja, nem is volt annyi pizza, hallod? Te hallod? A csávó nem kötötte be magát, és kiesett a kocsiból. Hát vidd a kórházba akkor. Vidd a kórházba. Ne, ja, látom, hol van. Jó, már 4 sajtos pizza. Liszt, sajt. Bolonyait. Nem hozok még lisztet. Ha most nem balesetezek egyet, míg megyek a garázsig, akkor simán kibírom. Ki tudhat számlázni az embereknek amúgy? Hát persze. Akkor jó van. Aztán mi volt ott kint? A rendőrök. Aha. Ha már kihívtad a szakállas. Ez itt rendőröket. Ja, értem, értem. Ja, hogy megfenyegettem. Azt a mindenit. Ja. Aztán rosszabbul járt. Miért elvitték, vagy mi? Elmenekült, azt mert elmentek utána a rendőrök. Ja. Na jól van, én mentem akkor. Sziasztok! Hello, szia! Na, akkor döntsétek majd az új ember felül, hogyha úgy van. Hát abban maradtunk most, hogy ment a parkolóba, hogy holnap, ha jön, akkor felvesszük. Szerintem jönni fog. Hát azt mondta, hogy nem biztos, de majd meglátja. Ja, tényleg még az izét kell megemlítenünk, hogy a zöldöző szekrénytársák vagyis meg át tudjanak költözni a kisebb rangúak is. Ja, már írtam minden a kapcsolatban, de csak nem tiketet. Aha. Írtam az ajtózárat is.
Azt a pizzát megsütöm, és kinézek, hogy van-e itt valaki. Lehet, mert csürög a telefon. Haló? Jó napot, remélem vetti hajhálót, mert Kövinek is megyek följelenteni. Azt csinálsz, amit akarsz, leszarom az egészet. De legyél morcos. Na már le kell tegyenek, mert kihallgatnak már. Isten áldja meg őket. Remélem kapsz vagy 100 évet, hát aztán... Magadra. Remélem kapsz vagy 100 vigyázz évet, magadra. Aztán te is ősz leszel, mint én. Vigyázz magadra. Meg hosszú hajat. Jaj, szükségem lesz rá. Mi van? Ide jössz, aztán lelősz? Sok sikert hozzá. Dehogy is, nekem nincsen semmi. Személyigazolványa megdobálnak max. Aha, ja. Hiszen ha látom, azért lövöldöztél ja, utkal is. Tények, letelt az egy percem. Jó. Igazi nagy képű. Igen. Csak nem a szakállas úr volt az. Hát dehogy nem. De ha legközelebb, hogyha keresnek, akkor ne hívjatok, jó? Jó. Mert pont akkor nem érek rá, és nem érek rájuk sem. Jó. Szia! Ó, várjatok, azért nem raktam ki. De már elég fárasztó ez a sok sütés, még itt ugrálok is közben. Na, hát most még pont nem látjátok a jegyzé miatt. Mindegy. Majd fordulok egyet, azt akkor látjátok. Csak az én szemembe. Ott most már látjátok az ajtóra. Micsodát? Mondom, csak az én szemembe ugrálok itt a sütögetés közben. Az nálam is az van, ha végzek egyen. Ja, akkor jó. Na és honnan végeztem még a pizzázom, hiszen? Ki szeretne, az jöjjön fel, azt próbálja ki a szervert. Írjátok be azt a felkiáltóján noname, akkor kidobja a DC-jét, vagy nézzetek rá a TikTokra. Oda is raktam ki egy videót, ott meg kín van a... az IP-je a szervernek. Csak akkor Patu visszament paradicsom püréért. Micsoda? Patu visszament paradicsom püréért. Én nem tudom, hogy hova ment a Patu. Na, jó, végeztem. Pató! Pató, lehet, hogy elaludt a kormány mögött. Nem aludtam a kormány mögött. Szereltetem a gépjárművemet. Ja, már megint? Jó van akkor. Igen, mert... mexikói pizza. Egy olyan szerelőtelepen csináltatom, úgyhogy... ahol nem működik, vagy nem tudom... De is sajt, paradicsom püré, nyerset és húsok, a gomba zöld. Megszerelem saját magamnak, semmi gondja nincs. Hogyha egy szerelő szereli meg, akkor meg koccanok egy kis gépernyővel, és már is gond van. Hát akkor az aztán... Tehát nem tudom más, hogy elmondani. Akkor az aztán nagyon jó szerelő lehet. Hát, máshogy nem tudom elmondani igazából, de ja, nagyon jó szerelő lehet. Ebből sonkában van egy pár, de nem is ez kell a húshoz, illetve a pizzához. Hát nem. Azokra is ki kéne valamit találni.
Ide hozzánk is lehet jelentkezni. Azt hiszem már szóltunk az ügy érdekében, hogy nem jól vannak a receptek. Még egyszer? A főnivel beszélgettünk, hogy a receptek nem minden pizzánál jók, meg a Gordonnál, meg itt ott. Ja, értem. Félpén fel kell dugnom magamat. Micsoda? Még egyszer. Le fog verülni itt a fejem, tehát mindjárt intézkedek, jó? Aha, jó, oké. Okay. Mennyi aludni? Nem, úgy jól hallottad. Jó nagy bölökest el ne felejtsed. Milyen nézed, Szabi? Azt hittem, hogy nem nézed. Na mennyi a szegyi? Rendelj egy pizzát. Jó étvágyat. Csinálom hallod a mexikóit, jó? Jó, én a bolonyait csinálom, ja, jó, hát okay. Darab van. Még van egy pár paradicsom püré, úgyhogy megint elfogy. Megint pár darab? Ó, te jó Isten. Tizenöt darab van. Vacsora idő? Milyen vacsora idő? Este 9 órakor. Hova vacsorázol? De amúgy jó étvágyat. Hát azt a pár darabot csináld meg izére, másik pizzára. Mindjárt csinálok garnélásot szerintem. Mondjuk az nem tudom, van tengeri herkentjünk hozzá? Hát nyers hús van. Sertés hús. Itt vagyok. Azt se látod vízi állatot, gondolom. Hát azt nem kell a vendégeknek tudni. Az ilyen céges belső információ. Lehet el meg aztán hozok paprikát. Hogy paprikát, paradicsomot. Hát, ahogy gondolod. Megcsinálom ezt a mexikóit, aztán utána ellépek, hogyha nem hoznak a többiek. Hát Pató úgyis mindig csak szerelni, vagy szereltetni megy. De ahogy is, én nem járok szereltetni, tehát nem tudom, miről beszéltek. Ja, nem, hát már a szerelő jár hozzád. Mondtam, hogy vehetné egy izét már, egy bérletet. Ne zárjanak be, jövök egy fél percen belül.
Hallod? Aha. A vodkát meg a viszkit be kéne írni a izével. Hát majd az árváltozás után meg a csokikat is. Zétlabba. Ajaj. Na mindegy. Hát mi még nem nagyon árultuk. Én azt tudtam, hogy nincs felírva. Elfelejtettem teljesen. Akkor nem is kellett volna kiadnom, nem? Sörön kívül. Hát a sörünk az meg alkoholmentes, ja, egyelőre. Mi az, hogy alkoholmentes? Hát alkoholmentes, nem rúgsz be tőle. Tényleg? Tényleg. Akkor üdítőt adunk sör helyett, vagy mi van? Hát azt hiszák a rendőr urak, igen. Azt mondták, az nem sör, hanem üdítő. Hát jó van, akkor legalább ízé, akkor legalább... Legalább adunk valami, de legalább citromos. Hát gondolom. Vagy sima kukoricás. Én nem igazán szerettem a sört, úgyhogy nem tudok nyilatkozni róla. Ja. Hát... Kóstolj meg egyet, főni. Á, dolgozok. Mégis nem vagyok munkában, mert nem vettem föl, de dolgozok. Hát de alkoholmentesen nem lesz semmi problémád. Rendegy. Rendőrurak se rúgtak be tőle, úgyhogy... Majd egyszer. És ők is szolgálatba itták, úgyhogy... Majd egyszer. Amúgy gondolkoztam azon is. Nem tudom, hogy te miket írtatok össze. Majd beszéljünk majd erről. Nem tudom, valamikor. Hát beszélhetünk. Hogy mi az, ami kellene az étteremnek még? Hát az ár az nagyon jó lenne egyébként. Micsoda az ár? Zár. Ja, zár. Az ajtóra. Előbb-utóbb csak lesz. Ha meg vagyok, mi a helyzet? Hova kell menni, vagy mit csináljak? Haló? Kedvenc hobbidnak kódolhat, szedhetsz paradicsomot, mert elfogyott. Már most. Szedheted a paradicsomot, mert itt sütjük az utolját, azt megyek én is majd sütni. Ne, ha van aki, akkor süssetek, én elmegyek aludni. Na, jó van akkor. Jó kirándulást. Én elmegyek aludni. Jó van akkor, jó így, szia. Oké, vagy rúgva, mi a mi? Oké, jó. Hát, ez ennyi volt. Úgyhogy szerintem étterem bezár egy kis időre, aztán megyünk szüretelni.
Mennyi csak nekem még van, melyek én is. Csámon tipató. Kiírod? Kiírod Twitterre? Hát írj ki nyugodtan. Csücsögetem a dolgokat. Pató. Yes, sir. Igen. És akkor elmész? Ó, én megyek aludni. Ja, jó van akkor. Akkor jó csicsikálást. Jó ét. Csöcső. Hello. Szia, jó ét. Mi? Három is van. Hát vonatozna, mondjuk vonat az oké. De elugnám ott magamat. Akkor én elindultam, jó? Megyek én is mindjárt. Ha végzek ezzel. Oksi. Mi? Van még 32. Ezt kisítem a 32 mexikóit, aztán megyek. Jó. Tényleg Hawaii pizza van készítve? Milyen? Hawaii pizza. Nem tudunk. Azt nem tudom. Csinálják. Nem. Ja, mi a rossz bele? Nem tud sütni. Valamiért. Úgy kéne majd csinálni, hogy ne itt az olajos részen legyen csinálva a pizza, na a pizzát külön lehetne tenni itt mellette a kemencében, nem?
bonyolult lenne. Hát nem úgy bonyolult, hanem nem úgy értem. Hanem mondjuk nekünk lenne kiszabva, hogy csak a pizzát, csak a kemencébe sütjük ki. Az szerintem nagyon bonyolult, hogyha most vagyunk négyen, akkor nem biztos, hogy tudunk arra figyelni, hogy mit hol süssünk. Vagy nem tudom. Biztos, hogy lehet rá. Nekem mindegy. Én megérkeztem, már szedem a paradicsomot. Ha. Most nem indulok én is. Ez a darab még vissza van. Már nem sok. Thank you.
Na még 5 darab. Az már mindjárt megvan. Feljöhet az unalmasabb rész a paradicsom. Hát abból összeszedni 400-at, 100-at le tudják csinálni, az azért az már kemény. Hát az. De még nem is az a hosszadalmas, hanem a... Elindultam. Opsi, én itt vagyok, már szedtem valamit. Ender motorot is találkozta. Még egyszer? Rendőrmotorra, te is találkoztál? Ez már ott fekszik. Mentem Patóiknak segíteni, már akkor is ott volt. Ja, az jó. Ráadásul először fel is... és tartotta a forgalmat ott. Most nincsen elég jó helyen, de mindegy.
szedtem egy 300-at kb. Már most 300-at. Jó, nem. Azért még se annyit, csak azt hittem. 250. Majdnem 300. Hát az szép. A tankolók, azt megyek. Jó. Kéne szednem 1000 paradicsomot, de annyihoz nem lesz türelmem, hogy ezt lepréseljem. Az mihez kell? Hát a püréhez. A paprika, nem? Vagy paradicsom? Vagy, ja, a paprikát érzettem én, hogy hagyjuk. Leszövök keveredve. Az, hogy amikor fent volt a pató, meg az új srác is, miért volt az, hogy van, amikor hallottam őket rádión, van, amikor csak felét annak, amit mondtak, és van, amikor meg egyáltalán nem. Nem tudom, patónál előfordul az ilyen. Igen? Nem vagyok. Jó, ez a zöld ruci. Jó, mi? Teljesen beolgott. Hát be. Letettem egy paradicsomot, hát akkor nézd ki, sokáig leszünk itt. Meg még egyet. Ez nem volt szándékos. Megyek is, köszönöm szépen, ez elég volt. Elég is volt a paradicsom szedésből. De mi ez, hogy egyet tudok csak szedni? Ne ott középen nézd, hanem ott oldalt, jobb oldalon. Ott tudja ki, hogy mennyit szedsz. Azt nézem. Egyet ír. Egyet. Aha. Hatszor egyet leszettem eddig, az jó.
keressél olyan helyet akkor, ahol több van. Ez nagyon jó. Na, most leszettem harmat. Mennyit szedtél? Ez mindjárt ez van. Hallod, amikor mentem haza a patóéknak a tankolásából, amikor az új srácnak segítettünk tankolni, lezuhant egy ilyen izé, egy ilyen repcsi. Oda az út szélére. Igen. Minek vezet, ha valaki nem... Ez egy nagyon jó kérdés. Mennyi van? Olyan mondom, azokat az embereket ráállíthatnánk a paradicsom szedésre. Na gondolod?
addig nem szeretném, amíg nem emelünk az árakon. De minden étterem emel, vagy csak mi? Valami megszokják az árat, azt akkor meg már sokkalni fogják. Mindjárt ide esik az ödünkbe. Hát most normálisan elment. Nem, most nem izért lebegett föl meg le. Kell majd egy kényelmesebb széke ez a munkához. Jó, mennyi paradicsomod van? Hát olyan 450 körül. Hogy az ezt annyit már? Nekem csak 88 darabon van. 88? Aha. Tudom, nekem egyesével adogatja szinte. Nekem nagyon rosszul adja. Én azért nem szeretem az ilyen izéket. Szedegetési izé dolgokat annyira. Kilenc fel heten van most. És most leszed az ezret? Ezt most nem értettem. Nem, de hogy szed? Szerintem leszed az ezret. De hogy szedem? Azért annyira nem bejövős munka ez. Na látod, mégis kell ember, aki ezt összeszedi.
Micsoda? Még 94 darab és meg lesz a 600. Te bánatod, csak te leszedsz egy ezrest. Nem, annyi... Akkor legyen az, hogy izé. Mennyi van most nál? Mennyi van most nálad? Jó, nálam van 125. Akkor az 600. Mennyi? Hú, de nem tudok számolni. Már este van. 125? Ja, 125-ön van. 654? Vagy 64? Akkor szedjük föl 700-ig, aztán kész. Jó. Akkor megcsináljuk a dolgokat. Legalább lesz püré. Nekem elkezdett akadni a szemem. Egy picit. Ajaj, lehet pihentetni kellene, nem? Kerek 540 van nálam. Jó, várjál. Nálam 130. Akkor még egy 30 kell. Ja. 29. Az egy. Az 26. Mindjárt nézem. 138. Akkor még lehet szedni. Akkor 145 van nálam. Akkor az megvan, nem? Akkor még egy kell. Egyetlen egy. Akkor az a tiéd, az az egy paradicsom. Úgy is megy az egy darab szedés. Hát, az igen. Tudni és hármat, igen. Gondoltam. Na jaj, akkor menjünk. Várj, akkor feledzzük el azt akkor. Mennyi van akkor most? Hát nem tudom, 558. 58 van nálam. Várja. 558? Aha. Ez 706. Szedünk még 94-et, azt akkor lesz 200 darab izé püré. Ezt figyelj, átadom, aztán akkor a végén elfelezed. Jó. Ha még szedjünk azt, akkor lesz 800 darab püré. Illetve hát paradicsom, aztán lesz 200 püré. Ez elég lesz egy darabig, nem? Holnapig, holnap utánig. Nem tudom. Mennyit fizetti a gyereknek a ezért, a paradicsomért?
igazából, úgyhogy adtam neki egy ilyen erőt adó 5000-est. Mármint ilyen mindent hozott? Hát húst. Ja. Na jó, akkor. Már megérte neki. 5000-est. Itt 134. Akkor az 74, akkor még kell egy pici. Ja, nekem egyes éve adta megint. Negyvennégy van nálam. Akkor az megvan. Üha, elszek egyet. Na, jössz. Timus. Jövök, ha csak szedek az helyett, amit megettem egy jó pára. Mi, van nálam kaja, miért nem kérdé? Mennyi van nálad? Nálam van 745. 68. Akkor az bőven elég, gyere, aztán menjünk. Az majd van már 800.
Na, meg vagy? Ülök már. Hát nekem nem terepjárom van. Azért csak a terepjáró. Mit kell átadjak? Hát fel a paradicsomot. Mennyi van nálad? Azt már se tudom. Annyi. Aha, jó. Tessék. Te jó Isten. Szép jó napot. Jó napot, uram! Nem akarja helyettünk ezt megcsinálni amúgy? Fizetünk érte. Ja, megcsinálhatnám úgy. Mondom én, hogy kell egy ember, aki ezt megcsinálja. Sok lesz így, nem? Há, nem tudom. Megkiderül. Ali Szabi, nem hiszem, hogy lesz forma. Amióta eljöttem, nem kerestek, hogy miért jöttem el, úgyhogy... Na jó, én ja. Ezt lehet, hogy nem mindet most fogom megcsinálni. Nem ért senki se semmit se. Hogy ez van. Jaj, jó van. Én megcsinálom, aztán utána elmegyek. Meg ugye, ha gondolod, akkor mennyi vissza az étterembe? Hát, max annyi, hogy... megkérdezzük Twitteren. Kaját venni magának, azt szerintem utána bezárhatunk mára, mama. Ja, jó van. De gondolod, akkor mennyi? Én addig ezt... Eleget nyitva voltunk ma. Én addig ezt megcsinálom itt, nyugodtan mennyi, ha gondolod. Hát még pár darabot megcsinálok aztán. Legalább akkor legyen a mezőtőben is egy pár paradicsompüré. Ott már anyag kerestek, micsoda? Volt már anyag kerestek valakit, nem tudom, figyelj. Nem tudom, én csak gondoltam rá az, hogy keresnek, mert azért mégis. Hát ugye Amerikán is, meg VLS-en is együtt voltam a Danival. Ja. Nem tudom. Majd valami lesz. Bakker. Ez több értelmű, amit írtál. Most nem tudom, melyikre gondolják. Tényleg a jézővel mi a helyzet? Az olmalével, meg az ilyenekkel, azokat elvitték, megitták, vagy megittátok ti? Pár darab volt a hüttőben, és azt megittuk, mert kevés volt a polc. Csak mindegyikből ilyen 2-3 darab volt. Mert annyi, hogy megint kerestek vizet, lehet kéne hozni majd vizet.
Hát ott van a ajtónál automatabb, van víz. Lehet is kivenni belőle vizet? Aha, aha. Tényleg? Tényleg. Azt kérem, az arról is, de mikor tudtál róla? Hát első nap felfedeztem. Az igen. Ez akkor jó. Nem mondjuk neki, hogy ott van, aztán szolgálják ki magukat. Ott beszélgettünk kint, aztán lusta voltam bemenni egy kóláért. Automatát, hogy van-e benne valami, és volt benne. Ja. Az szép. Ja, hát ez igaz. Mondjuk, az is igaz. Csak szerintem azért nem volt vele a Danival annyi időt, szerintem egyikőjük sem, mint amennyit én eltöltöttem vele. Sem, hogy a bőr se kell senkinek se? Hát mi még nem tudunk róla. Úgyhogy ott van bent a tárolónkba egyelőre aztán. Aztán majd, ha valakinek kell, akkor szól aztán. Jó pénzért elbizniszeljük. Oda fáradt vagy, mennyi aludni? Hát, mindjárt az lesz szerintem. Van 32, úgyhogy én azzal el is tiplizek a étterembe, aztán pedig alul. Átadom az enyémet is, azt akkor rak le. Jó. Ugye. Yeah. Rancsolja. Köszönöm szépen. Na jó, akkor jó pihenés, szia. Na, mi még öpjük itt ezt a harodik pár dolgot. Azt akarom, hogy nem beszélgessünk közben, írjatok vagy valami. Most van időm a csetet nézni. Ilyenkor ezzel kevesen írtok. Amikor akció lenne, vagy valami ilyesmi hasonló dolog, akkor meg írtok, akkor nem tudom elolvasni. Ej.
Hát, Laci, ez is igaz. Ja. Na mindegy, ez van. Úgymond van, én sem foglalkoztam vele, csak ha felteszik ezt a kérdést. Leszek-e még formán? Akkor vagyok úgy, hogy eszembe jut az, hogy... Nem tudom. Miért legyek formán? Mindig ellenőrzi még ott azt a fákat. Ha nézem, 17 ember van fent most a szerveren. Én mondjuk megcsinálom azt, hogy paradicsomból ezeket, ezekkel a csávokkal berendelnék egy paradicsom püréből. Jó, 1000 darabnyit. Too smart, are you? Az anyám.
baszki, mindjárt lelőnek. Micsoda? De most ez mi a faszom? Mi a szar, hogy ezeknél fegyver van? Ezt nem hiszem el. Halló. Hoppá. Szia. Nem lehet valamit csinálni a városlakókkal, hogyha valakit megütök, akkor mellette lévő ne ráncsom már a fegyvert. Hó, a kiberhúzunkba. És oda? Amerikában rántanak fegyvert az emberek. Persze, de nincs egy kibaszott fel a farmernél úgy fegyver. Hova futsz? Pozitív. Így zé, ugye az, hogy megütöm véletlenül, azt akkor ezé. Másik meg lelő fegyverre, nem? Ja.
Oké. Halló. Halló. Már semmi. Hát tök jó, pedig itt vagyok. Azt, hogy megütöttem ezt a fasz kalapot, ezt, miközben gondoltam volna, hogy készítjük a paradicsomot, az aki itt állt mögöttünk, az a majom, az meg neki állt, azt lelőtt. Aki beüzletelni akartunk. Nem, aki itt állt. Itt, nézte a fákat. Hát azzal üzleteltünk, hogy megcsinálja nekünk a paradicsomot. Nem ő volt. Itt állt egy nagy hasú csávó, és nézte itt a fákat. Itt. Igen, én attól kérdeztem, hogy megcsinálja-e helyettünk. Mi? Én azzal próbáltam üzletelni, hogy megcsinálja-e helyettünk. De ő vele nem tudta üzletelni, mert ő városlakó volt, aki itt volt az előbb. Itt. Itt. Hát jó, mindegy. Jó, akkor minden rendben van. Minden. Jó, akkor megyek vissza. Jó, köszöntöm. Nincs mit.
Aligó, mi helyzet. Ali, no name. Írj meg felkiáltójel, no name. Akkor megkapod a DC a linkjét, és akkor megtalálod majd a szerver IP-t. Formában. Hát a formában? Semmi. Eljöttem. Eljöttem egyelőre formában. Az igen. Az szép. Még jó, hogy ó, sok ember költött arra a városra. Ja, hallottam. Félfüllel innen-onnan dolgokat. Megnéztem, hogy a Peti, meg a Edli van a fejlesztői részlegem. Ezeket ugyanaz, nem tudom. Hát majd megoldják. A magyart is csinálják. Hát nem tudom, lehet, hogy fölmegyek megnézem, mi az, ami megmarad, és mi az, ami elment azóta. Meg gondolom, reklamálni lehet. Hát magyarra csak jelentkeztem, de még nem játszottam rajta. Ja, az nem érdekel, mi az, ami kikerül, és mi az, ami bekerül. Vanyanom maradjon meg, mert a kocsiaim azt igazából ennyi.
Ja, hát az jó. Mert akkor mindent előről be kell mutatnom, hogy mi az, ami megvolt, és mi az, ami nem. Nagyon jó. Kettőt kell nyitni. Ja. Hát elhiszem, hogy felcsúszott jó pár ember. Főleg azokat, akik költöttek rá jó párat a szerverre. Meg a Doroszra kíváncsi leszek, mert az alapból Lucky-nak volt meg a Dorosz. Létterem. Kíváncsi vagyok, hogy az visszarakják-e a balaszosoknak, vagy nem. Ó, hogy végeztem, ha? Örömmel, azt megesszük. Nekem itt van live-ban, fönn van YouTube-on minden. Hát igazából a Mercim az fullos. A Gypsy Rockin most fullos. Egyedül a BMW az, ami nem volt fullos, abba a... Nem tudom mit rakottak, féket azt hiszem. Hogy majd jobban megálljon. Ja, meg vagyok a izével. Megyek, szlerokom majd őket. Van, én is zárok. Mindjárt akkor megvárlak téged, és akkor utána. Rendben. Hát, ja. Meg főleg, ha egyáltalán megvan nekik azok az autók.
vonatot. Itt állnak én ketten. Már voltak, vagy csak ja. Az egyik úr volt, ő kért steaket meg sört. Akkor jó, mindjárt lerakom a vizet. Jó, jó. A csokikat kivittem oda az italok mellé, oda a pultra. Hogy több hely legyen a hűtőbe. Jó, van benne 135, hiszen mindjárt engedem, mi van még itt, ami olyan. Akkor én ebből nyers sonkából megnézem, hogy lehet egyáltalán ebből lenni. Jó, van nézd. Veszek egyet, megkóstoljuk. Ah, nem lehet megenni. Az úgy nem jó, mert van belőle 920 darab. Hát van egy pár. Na most ki is fogyunk mindenből, úgy mondva. Ajaj. Ez éve mi a helyzet, ha erre visszajött a városba? Hallasz így? Most hallok. Várjál, mindjárt csak írok a Twitterre, hogy a mai napra bezárt a étterem. És nézem, keresett valaki, valaki keresett. Miért nem jelzi ki az, aki keresett? Ja, későn volt 20-35, már rég volt. Mehetünk. Ja, menjünk. Én úgy vettem fel a munkát, úgyhogy mehetünk. Egy paradicsomot benyomok. Ja? Na. Pont a paradicsompó veszel el. Az a legolcsóbb. Melyik automatát mondod ezt? Nem, kint. Itt az. Aha. Be van kóla is. Víz. Be van kóla is. Aha. Na jó. Jó pihenést. Neked is, neked is. Semmi. Nem már. Hát te! Jó nagyot. Jó napot. Akkor mondja, mit szeretne még? Már semmit. Hát uram, azt is kértem, hogy 5 perc múlva bezár az étterem. Az igaz. Csak pont dolgom jön. Telefonáltam. Akkor jöjjön arra befelé gyorsan. De én akkor ő kitiltott, nem mehetett be. Ja, engem nem érdekel, szolgált ki.
Eszik is valamit, vagy csak a szája jár? Hallasz rádión? Na jó van. Ki az, aki még van? Igen, vett is valamit, ha még itt vagy. Itt vagyok, jaj. Remélem kétszeres árat fizettek érte. Ahogy is. Ahol van akkor? Na. Ott velünk olasz. Fortnite-ba. Mi menjünk át hozzá. Gyorsan. Adom ide nektek raid-be. Aztán akkor kövessétek be, nézzétek. Odozik, úgyhogy nem tudom melyikkel. Na jó, akkor jók legyetek, én már elköszöntem. Azt akkor indul a raid, jó ét, szevasztok!